Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. A hétvégén rendezik meg Nyíregyházán a Fátum Kupa nemzetközi női röplabda tornát. Elégedett a Kékcápák Sitko Ernő emléktornán nyújtott teljesítményével Meri Mehmedovics. 8 év szünet után indít ismét csapatot a felnőtt OB2-ben az Aqua Ese. Elkészült a labdarúgó Magyar Kupa vármegyei harmadik selejtezőkörének sorsolása. Nemzetközi U12-es fiú kosárlabdatornát rendez szombaton és vasárnap a Nyíkse. A hétvégén 6. alkalommal rendezik meg Nyíregyházán a Fátum Kupa nemzetközi női röplabdatornát. A hazaiak mellett a Békés Csaba, a szlovén Kamnik és a román Dubos csapata lép pályára a Continental Arénában. Immáron 6. éve rendezzük meg ugye a nemzetközi pénzdíjas Fátum női röplabda tornát, de egy picit tovább gondoltuk, és Litvai Zoltánnal, a Fátum ügyvezetőjével gondolkodtunk, hogy hogyan lehet még nagyobb aktivitást és még nagyobb teret nyújtani a szurkolóknak, kicsiknek, nagyoknak. Régi álmunk teljesült azzal, hogy magát a felnőtt tornát egy utánpótlás kupával, egy utánpótlás mini tornával ki tudjuk egészíteni, ami szombat délelőtt és kora délután fog zajlani, majd ezt felvezetésként folytatja maga a Fátum Kupa, ahogy a két külföldi csapat, Lugos, a román Lugos, illetve a KC-t Kamnik Szlovéniából érkezik, illetve a mindig nagyon erős Békés Csaba. Tehát mind szakmailag, mind aktivitás terén egy komplex hétvégére készülünk, ami tulajdonképpen nem csak Fátum Kupa, hanem Fátum Weekend is. Lesznek esetleg más kísérő rendezvények, amelyeken részt vehetnek akár gyerekek, akár felnőttek? Bízunk benne, hogy az időjárás kegyes lesz hozzánk, egyelőre A és B tervvel is készülünk. Az mindenképpen fontos, hogy egy névleges 500 forintos belépővel tudnak a mérkőzésekre bejutni a szurkolók, amik tulajdonképpen napi jegyek. Ezt teljes egészségben fel fogjuk ajánlani adományként a megyei oktatókórháznak, a Jós András oktatókórháznak, és szeretnénk azt, hogyha nem csak a mérkőzésekre jönnének a tulajdonképpen is szurkolók, hanem a Magyar Röplabda Szövetség segítségével több aktivitást is meg tudunk valósítani. Lesz tekvoli asztal, lesz ugrálóvár, lesznek showelemek, kvázi mint egy bajnoki döntő vagy egy kupadöntő, úgy próbáljuk ezt az eseményt megszervezni. Tehát a jótékonykodás mellett a szakmaiságon túl én azt gondolom, hogy egy ilyen család összetartó jellege is lesz, kicsiktől a nagyokig, akár egészségügyi szűrésekig minden olyan aktivitást meg fogunk mutatni, amit megtudunk ebben a két napban. Hogyan néz ki a felnőtt torna menetrendje? Felnőtt torna menetrendje ugye klasszikus, mindig a két másik csapat kezdi az első napot, aztán jön 4 óra után, a mérkőzés után lesz egy ünnepélyes megnyitó, és este 7-kor láthatja a nagy érdemű először a Fátum Nyíregyháza csapatát, aztán annak függvényében, hogy alakul az első mérkőzés, van másnap a harmadik helyér vagy a döntő, ugye a románokkal kezdünk, aztán bízom benne, hogy két erős csapatból a miénk fognak a legjobban kijönni, és másnap délután 2-től pedig döntőt láthatnak a nézők. 6. alkalommal rendezitek meg ezt a tornát, Fátum Kupa a neve továbbra, így de most Fátum Weekend néven fut a kétnapos rendezvény. Honnan jött az ötlet, hogy bővítsétek a programos sorát? Igen, most már Fátum Weekendet is felvettünk, mint nevet. Valójában tényleg arról szól az egész történet, hogy egy amellett, hogy a legfontosabb továbbra is a profi játékos idénynek a megkezdése, a játékosok bemutatása a nézőközönség felé, és valamilyen szinten a játékosoknak az első kis bemelegítés, beindulás jellege a szezonnak. Amellett szeretnénk viszont egy kicsikét kibővíteni ezt az egész rendezvényt, most már nevezhetjük rendezvény sorozatnak, hogy minél több embert vonzunk be, akik esetlegesen fiatalon, ők nekik adunk programot, hozzák a szüleiket, nagyszüleiket, őnekik is lesz valamilyen jellegű program, és talán ezáltal el tudjuk érni azt, hogy majd a meccsekre is többen fognak ezáltal jönni. Erős nyíregyházi kötődési keretet állított össze a szakmai stáb és a vezetőség 4 légióssal kiegészülve. Személy szerint tőled mi az elvárás az előttünk álló idénnyel szemben? Az utóbbi 2-3 év az drasztikusan megrogyasztotta, finoman szólva, és nem csak Nyíregyházán, hanem hogy országos szinten is az élsportot. És szeretnék, most nem mondom azt, hogy nulláról építkezve, de egy kicsikét hátrább lépve, és sokkal fontosabban, sokkal körültekintőbben rákészülni a szezonra, a szezonokra. Jelen pillanatban semmilyen extra elvárásom nincs, mindenképpen szeretnénk dobogós helyet természetesen elérni. A lányok is így vannak motiválva, az edzők abszolút erre vannak predesztinálva, meglátjuk, hogy mit fog hozni a szezon majd.
torna bevételét a Szabolcs-Szatmár Beregvármegyei Oktatókórház javára ajánlották fel, ajánlják fel a szervezők, mire fordítják ezt az összeget. Terveink szerint az ebből a rendezvényből befolyó összeggel szeretnénk kiegészíteni az október 5-én megrendezésre kerülő Richter Gedeon egészségváros által befolyt összeget árnyékolás technika fejlesztésére a kórházban. Mennyire gyakori egyébként az, hogy sportrendezvények, vagy sportegyesületek, vagy sporttal kapcsolatos szervezetek ajánlanak fel a kórház számára adományokat? A felajánlások nem ritkák, de most itt gondolkodom, hogy sportrendezvényhez kapcsolódóan volt-e az utóbbi időben, de volt, mert ugye az onkológiai osztályunkat támogatták a városi futással. Azért hál' Istennek akkor előfordul, és ez nagyon örvendetes tény, mert ugye itt a civil szervezetek, sportrendezvényeknél az összefogás az mindig nagyon fontos és támogató a kórház életében. Elégedett a kékcápák Sitkó Ernő emléktornán nyújtott teljesítményével Merin Mekmenovics. A vezetőedző szerint fiatal csapata jól helytált a két átcsoportos ellenféle szemben. Szerintem nagyon hasznos volt. Én egy kicsikét féltem, mert tavalyhoz képest nagyon fiatalok vagyunk. Tavaly sokat több rutinos játékosok voltak, de ez a csapat nem megijedt ettől feladatról. Cél volt, hogy fogjunk ezt a csoportos ritmusát, és egész meccs tudunk követni őket. Eredmény sem volt olyan rossz, különösen második meccsen. Első meccsen nehéz volt, mert a Honvéd fiatal nagyon agresszív volt, és bírtunk 30-valamennyi perc. Debrecenen egész meccs volt egy olyan normális meccs, én ettől örülök, hogy fiatal játékosok ráérték, hogy ellenünk is lehet játszani, és bajnokságból ez nagyon hasznos lesz. Az amerikai légiósunk fogja majd mozgatni a csapatot, mennyire kezd összeszokni a többiekkel? Tarik egy fiatal külföldi játékos, először van Európában, és tipikus, nem mondom hibák, de tipikus gondolkodás kosrabdáról ez olyan, hogy gondolkozik, hogy itt is játékosok ugyanaz gondolkoznak a kosrabdáról, mint Amerikában. És követni fogja egybe, de sokat beszélünk vele, sokat csapattal van együtt, és ráérni fog, hogy itt egy kicsit más dolog, itt kell követni a szabályokat, ha akkor együtt játszani a fiatal magyar játékosaival, és a napról ez jobban néz ki. Szerintem bajnokság kezdéséig normális lesz. Szeptember 28-án majd a Vasas ellen kezdjük a bajnokságot hazai pályán, most viszont szombaton a Vasasnál játszunk egy edzőmeccset, majd lesz még egy hazai Miskolc elleni mérkőzés. Nem szokványos az, hogy azzal játszik nem sokkal a rajt előtt egy csapat, akivel kezd. Minek köszönhető ez? Régen megegyeztünk a Vasassal. Vasassal ott van a pályaedző, én játékosom volt, Robi, és akkor még nyáron beszéltünk, hogy meccs játszunk. Nekünk végül is sok pesti játékos van, és akkor az alkalom, hogy meccs után kicsit maradnak egy nap Budapesten. Utána nem tudunk lemondani. Hát szívesen most ez furcsa meccs lesz, mert titkolni kell egy kicsit, amit mi tudunk, ő is fogja titkolni, amit ő tudnak, de mindenképpen hasznos lesz, játszunk egy meccs, megnézzük, milyen a Vasas. Ebben a szezonban Vasas ez egyik legjobb csapat lesz, úgy mondták. Megkóstoljunk, megnézzünk, és utána jön a Miskolc, szomszédok, az is volt régen megegyezve, kell játszani, mert nagyon sok fiatal játékosunk van, kell játszani, mindenkinek adni a lehetőséget, és szerintem első fordulunk, amikor Vasas jön, akkor igazi, akkor húsba megyünk. Ja. Az egész bajnokság során van egy fejlődési hív, hogy a bő két hét van az első bajnoki meccsig, addig miben szeretnéd, ha leginkább fejlődne a csapat? De egység. Egység, ezek fontos, mert fiatal játékosnak van egy baja. Ők mindig esküszik a csapat dologról és mindenről, de mindig minden játékos ilyen korú gondolkozik saját egyéni fejlődésről, és egyik oldalról ez normális. És ez kell most nagyon kontrollálni és felügyelni úgy, hogy a csapatnak a minden bele, és utána jön az idő, mikor alakul a játékszisztémát, hogy egyénileg fejlődünk a játékosok.
Javában készülnek a bajnoki rajtra az Akvese vízilabda csapatai. Az egyesület 8 év szünet után indít ismét felnőtt csapatot az OB2-ben. Itt a nyár vége, ami azt is jelenti, hogy lassan elkezdődnek a vízilabda bajnokságok, de itt az Akvesénél három csapat felkészítését felelsz. Kezdjük a fiatalabbakkal, a serdülők és az ifikkel, mikor kezdtétek a munkát, milyen keretekkel? Augusztus elején kezdtük a munkát, egy kis júliusi edzéssel is már. Egész jó kis keretünk van, 2007-esek most már ifi korosztályba léptek, így nem kell két mérkőzést játszanunk egy fordulóban. A serdülő csapatnál 2008-as, 2009-es születésű gyerekek vannak nálam, nagyon jó merítésű csapatról van szó. Reméljük, hogy minél szebb eredménnyel fogjuk elkezdeni majd a bajnokságot, valamint majd szép helyezést fogunk elérni az alapszakaszba. A létszámot tekintve hogyan álltok? A serdülési fő egész jó létszámmal van, hiszen a régi mag megmaradt, illetve akik feljöttek, ők is nagy elánnal és hozzáállással, motivációval kezdték meg a munkát, így bizakodóak vagyunk a jövőt illetően. Milyen bajnokságban, milyen rendszerben versenyeznek a fiatalok? Országos fiú A2-es bajnokságba fogunk indulni idén is. Itt van egy alapszakasz ugyanúgy, majd utána lesz egy középszakaszunk. Először a keleti csoportba fogunk az alapszakaszba részt venni, és ott szeretnénk minél szebb helyezést elérni. Szeptember vége felé rajtol majd a bajnokság, addig lesznek-e felkészülési meccsek vagy tornák? Egyelőre úgy vagyunk, hogy a serdülési finek nem lesz ilyen külön felkészülési mérkőzése vagy tornája. Volt egyszer a Mate, a gödöllői csapat egy edzőmérkőzésen augusztus elején. Ott egész jó játékot mutattunk, viszont látszódott az, hogy a felkészülés elején voltunk még akkor. Most remélem, hogy azért majd, ahogy a rajtra indulunk, jó lesz a formába hozás, és jól fognak szerepelni a srácok. Ismét lesz felnőtt csapata az Akvesének, az OB2-ben indultok majd, ennek a csapatnak is te vagy az edzője. Milyen merítési lehetőség volt a keretösszeállításakor? Az OB2-ben régi, kiöregedett Akvasport Egyesület által nevelt játékosok vannak, akik nagyon jó motivációval vannak, és beleálltak nagyon a munkába, amire nagyon büszke vagyok, és igazán azt mondom, hogy egy nagyon jó csapat alakul most ki. Remélem, hogy maradandó is lesz, és úgy fogunk szerepelni a bajnokságban, amilyen cél kitűzünk magunknak. Azért nem lesz egyszerű dolgunk, hiszen nagy kihagyás volt a játékosoknál, illetve így az egyesületnél is az OB2-ben már régen indultunk. Azért szeretnénk meglepni a rutinosabb mezőnyt. Mennyiben más fiatalokkal, serdülőkkel, ifikkel foglalkozom, mint felnőttekkel? Azért a felnőttek egy kicsit más szint, ugye sokan dolgoznak, illetve még tanulnak más városba, de az edzésekre visszajönnek, és úgy készülünk majd, hogy együtt az ifi csapattal, így az ifik is fejlődni fognak, és így az OB2-es felnőtt játékosok is visszarázódnak majd a rendszerbe. Mit lehet tudni az ellenfelekről és a lebonyolításról? Az ellenfeleink itt először a régióban, az alapszakaszban a miskolci csapat, az egri csapat lesz, illetve még szerintem a pesti régióból egy-kettő csapat fog ehhez a csoporthoz csatlakozni. Elég sok csapat van úgy összességében, hiszen 24 csapat nevezett az OB2-be, és utána majd, ahogy kialakult az alapszakasz, a helyezéseink, úgy fogunk majd a középszakaszba szerepelni. Egy olyan célt tűztünk ki így magunk előtt, hogy a középmezőnybe szeretnénk lenni, és én azt gondolom, hogy ez reális cél lehet, hiszen nagyon jó állapotban vannak a srácok, ahhoz képest, hogy mennyi időt hagytak ki. Elkészült a labdarúgó Magyar Kupa vármegyei harmadik selejtezőkörének sorsolása. Szeptember 25-én a legjobb 4 közéjutásért lépnek pályára a csapatok. 2 tét van, egyik az országos főtáblára jutás, másik pedig reményeink szerint a 8 csapatból a veszteseknek is lehetőségük lesz még főtáblára jutni, de egyelőre nincs feladható létszámunk, ezért a vármegyei kupasorozat szeptemberben be is fejeződik a harmadik fordulóval. Úgyhogy egyelőre csak azt tudjuk eldönteni, hogy a 8 csapatból ki jut tovább, melyik 4 csapat. Reményeink szerint a 4 győztes csapat már országos főtáblára jut, de szeretnénk, hogyha kiesett 4 csapatból is lekapna még lehetőséget legalább 2 csapat. Akkor azok a csapatok játszani fognak, de minden igaz, a 4 győztes csapat is játszik majd tovább. Igen, mind a 2 társaság. A 4 győztes csapat tovább játszik a vármegyei kupadöntőért, illetve elődöntőért.
A vesztes csapatokat, ahogy az előbb említettem, pedig azért fogjuk összesorsolni újra, hogy eldöntsük, hogy a vesztes csapatok közül kik juthatnak még főtáblára. Szeptember 25-e lesz a játéknap. Többször említettük már, hogy milyen szabályok szerint juthatnak tovább a csapatok, de azért ismételjük meg a nézők kedvéért. Azonos osztályú csapatok esetén döntetlennél büntetőrugásra kerül sor, büntetővel kell eldönteni, hogy kik jutnak tovább. Mondanám, hogy különböző osztályú csapatoknál mi a helyzet, de a sorsolásból az derül ki, hogy a 6 első osztályú csapatot úgy sikerült összesorsolni, hogy egymás ellen játszanak, a 2 másodosztályú csapat szintén egymás ellen fog játszani. Úgyhogy ez egyenlőre a tét, hogy a győztes csapatok tovább jutnak, a döntetlen esetén pedig büntetőrugással jutnak tovább. Ami viszont az, hogy van 2 megy-1-es csapat, amelyik között az egyik 4 között lesz, és tekintve, hogy az elmúlt években általában 6 csapat ment az országos főtáblára, az azt jelenti, hogy megye 2-es képviselője is lesz a vármegyének a következő évi bajnokságban jó eséllyel. Jó eséllyel, mert nem tudjuk még, hogy kapunk-e 4 csapatra lehetőséget, de az előző éveket figyelembe vesszük, 2-3 éve mindig 6 csapatra kaptunk lehetőséget, így reményeink szerint most is meg lesz legalább ennyi, és ebből következően viszont 1 másodosztályú csapat biztos, hogy az országos főtáblára jut. A Vásáros Emény csapat és ott van a legjobb 8 között a vármegyei csapatok közül a Magyar Kupában. Milyen úton jutottatok el eddig? 2 megye 2-es csapatot sikerült legyőznünk, Fehérgyarmatot, illetve Nagydobost. Most ugye Nyírmegyesre fogunk találkozni, 2 megye 1-es csapat mérkőzik meg egymással. Tehát ugye a hétvégén Nyírmegyes Gergőgonyával játszott, információim szerint nagyon erős csapatról van szó, megerősödtek a nyáron, úgyhogy nagyon kiélezett mérkőzésre számítok, és természetesen Vásáros nem mennyi továbbításra. Mennyire motiváló az, hogy egy győzelemmel gyakorlatilag biztos, hogy ott lesz a csapat az országos főtáblán? A srácok nagyon motiváltak, számolgattunk már az elmúlt héten is. Mondtam nekik, hogy egy győzelem is már valószínűleg ott leszünk akkor a főtáblán. Ez mind a városnak, mind pedig az egyesületnek nagyon nagy eredmény lenne. Hogyan szerepel eddig a bajnokságban a csapat? Nagyon nehezen indultunk, most van jelenleg 4 pontunk, megszereztük az első győzelmünket Kemecsén. Hétvégén jön a Beregiel Klasszikó Ugornya ellen, úgyhogy mindenki nagyon készül, mindenki motivált, úgyhogy remélem, hogy szépen csendesen le fog menni a mérkőzés, és természetesen a 3 pontért megyünk. Mekkora várakozás a városban a meccset illetően? Már most mennek az üzengetések egymás között, úgyhogy én kb. Olyan 500-800 nézőre számítok, de elméletek lehet, hogy 1000 nézőnk is lesz. Én szeretném, hogyha minél többen jelen lennének, és békésen, normális körülmények között zajlana a mérkőzés. A Palkány csapat képviseletében jelen voltál minden idei sorsoláson, ezek szerint fontos számotokra a kupa. Milyen úton jutottatok el eddig, hogy a legjobb 4 közéjutásért játszik majd a csapat? Hát így van, számunkra nagyon fontos a kupa. Az előző mérkőzésen is Nagy Ecsed ellen ezt bebizonyítottuk, hiszen nem is a legerősebb összeállításunkban tudtunk felállni, hiszen többen munka miatt nem lehettek jelen a mérkőzésen, de mindent tőlünk telhetőt megtettünk, és hála Istennek sikerült tovább jutnunk. Most a Gyulaháza lesz az ellenfél, milyen meccse számítasz és milyen eredményre? Játszottunk a Gyulaházával egy felkészülési mérkőzést a nyáron. Hasonló erőt képviselnek, mint mi. Ugyanúgy nagyon sok fiatal játékosuk van, úgyhogy egy igazi kiki meccset várok tőle. A bajnokságban hogyan szerepel eddig a csapat? Hát a bajnokságban eddig 1 győzelem, 1 döntetlen. Tegnapi mérkőzéshez gratulálok a srácoknak, hiszen emberhátrányban játszottunk 60 percet, így azért még többet ér ez a tiszalöki győzelem. Nemzetközi U12-es fiú kosárlabda tornát rendez a hétvégén a Nyíkse. A szezonnyitó sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy szintén a hétvégén az U16-os lánycsapat egy selejtező tornán vesz részt szintén Nyíregyházán. Tervünk az, hogy továbbra is az utánpótlásban nagyon erősek legyünk, és országosan is ugyanolyan sikerre tudjuk képviseltetni magunkat, mint az elmúlt szezonban. Ez azt jelenti, hogy U11-ben és U12-ben is jussunk el az országos döntőig, az országos dzsemboréig, illetve U14-ben szeretnénk majd főtáblára jutásért játszani, amiről most jelenleg ősszel még ugye az új selejtező rendszerek kialakítása miatt lemaradtunk, de bízunk benne, hogy jövő év elejére, tehát a szezon második felére az alsóházból sikerül esetleg oda jutnunk.
Hány bázis iskolában van jelen, annyi se? 6 iskolában jelen vagyunk már, és ott a sportszervezetek között létrejött együttműködési megállapodás alapján mi jelzünk, hogy mi toborzunk. Mint elmondtad, 8 edző foglalkozik, mint egy 250 gyerekkel. Mekkora gondotok az az, hogy a bázisnak számító bánki iskola épületét majd felújítják? Ez némi logisztikát okoz, de hál' Istennek a szakképzési centrum, ahova a bánki tartozik, nagyon jó partnerünk és együttműködő, és támogatja az egyesületet, és nyilván az egyesület is mindenben támogatja ezeket az intézményeket, hogy ott zavartalanul tovább tudjon folytatódni az utánpótlás nevelő munka. És ez akár ha pályát kell festeni, palánkot kell oda tenni, akkor mi ebben partnerek vagyunk, és bízunk benne, hogy ez a helykérdés, amikor a bánki tornaterme végképp bezárul, akkor ez megoldódik. A hétvégén második alkalommal rendezitek meg a Medvisel nemzetközi tornát az úttal U12-es csapatok számára. Milyen részvevőkkel? Két szlovén csapat a résztvevő, és a Debrecen legjobb U12-es csapata. Két szlovén együttes, a Triglav Krav és a Skofia Loka. Én azt gondolom, hogy két olyan utánpótlás nevelő intézet, amely szerintem méltán az élvonalhoz, nemzetközi élvonalhoz tartozik. Tehát megláthatjuk, mint ahogy az egész szlovén kosárlabda a nemzetközi élvonalhoz tartozik, megláthatjuk azt, hogy ők hol tartanak, és a mi utánpótlás korú játékosaink hol tartanak majd. Az elmúlt években folyamatosan volt felnőtt csapata a Nyiksének. Mi lesz az előttünk álló szezonban? Bízunk benne, hogy lesz felnőtt csapata. Az NB2-es csapat gerincét egyébként továbbra is a régebbi játékosok és az U18-ból esetleg játszani szerető játékosok alkotják majd. Ha létrejön, egyelőre még az NB2-nek a végleges lebonyolítási rendje sem egyértelmű, hiszen a keleti és a nyugati csoportban nagyon kevés csapat volt, míg a középcsoportokban, ami jellemzően Budapest és környékét tartalmazott, pedig túl sok csapat, és ezáltal, ha nekik azt kínálják fel, hogy járni kell messzebb és utazni, akkor esetleg onnan lépnek vissza, ha a keletieknek esetleg, vagy a nyugatiaknak még többet kell utazni az eddigiekhez képest, sajnos akkor meg ők nem vállalják, úgyhogy ez még egy ilyen képlékeny. Jelenleg. Több évtizedes fiú, illetve férfi kosárlabda után most már belekóstoltál, sőt foglalkozol a lány kosárlabdával is. Milyen? Egy kicsit másabb, nagy örömömre tavaly felkérést kaptam arra, hogy a lányvonalon is dolgozhatok. Pozitív élmények soraiért. Igaz, hogy voltak nehézségek, mint minden csapatsportágban, minden csapatnál, de összességében pozitívan zárhattuk az évet, és ebben az évben már két kollégával kiegészülve, Száva Csabával és Bárdos Mirával folytatjuk tovább a női vonalat, jó érzésekkel és tele reményekkel. A hétvégén már lesz egy selejtező torna a Szent Imrében. Melyik korosztálynak és milyen célokkal léptek pályára? A Kosárlabda Szövetség nagy örömünkre beosztott az országos selejtezőbe, tehát felkerültünk a úgynevezett országos térképre. Abban szerencsénk volt, mert két győri és két nyíregyházi csapat szerepel ebben a csoportban, hogy itt Nyíregyházán lesz a verseny, a nyíregyházi kosárlabdasuli szervezésében, rendezésében. Első éves U16-os korosztályú csapatunk, játékosaink vannak, tehát U16-os torna lesz. Mindig tűzünk ki célokat. A realitás azt mutatja, hogy eredményességében ez még nem biztos, hogy továbbjutással fog párosulni, de szeretnénk azt a hitet, amit az elmúlt időszakban próbáltunk a lányokba táplálni, és az edzés munkával elvégzett feladatokat viszontlátni. Legyenek olyan pozitív kicsengéseim, amire tudunk építeni. Nagyon jó hangulatok is csapat alakul ki. Inkább az idősebb játékosok segédletével, és ezt hagyd mondjam zárójelben, hogy több játékos is érkezett a csapatunkhoz, akik főleg U18-ban fogják segíteni csapatunkat, és az ő húzóerejükkel, sebességükkel reményeink szerint az U16-osok is fejlődni fognak. Nem szakadtál a férfi-fiú kosárlabdától sem, hiszen te vagy az U19-es csapat edzője. Milyen kerettel, milyen célokkal várjátok az idényt?
Igazából ami a legfontosabb, hogy azok a játékosok, akik itt vannak a városban, itt tanulnak, azoknak még lehetősége lesz kosárlabdázni, és örömünkre a Kosárlabda Szövetség is egy évvel megtoldotta ezt a korosztályt, most már U19-ről lévén szó, tehát aki középiskolás végzős évfolyamban jár, neki is lesz lehetőségük játszani. Itt is elmondható, hogy első éves korosztályú játékosok, tehát 2-3 évvel idősebb fiúk ellen fognak versenyezni. A létszámmal nincs probléma, az eddig elvégzett munkával is úgy gondolom, hogy elégedettek lehetünk. Itt sincsenek vérmes reményeink, de ami engem személy szerint évek óta vezérel az, hogy megszerettetni a sportágat, maradjon a sportág berkein belül, és ha esetlegesen tovább tanul, elkerül Nyíregyházáról, akkor is jó élményekkel gazdagodva az egyetemen, a magánéletben tudja ezt hasznosítani, tehát természetesen nem mondunk le a jó szereplésről sem. Ennyi fért a mai Sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.